Ez itt a Podcast Ráhangoló. A Telekom félelméleti, teljesen gyakorlati minisorozata. Az előző két részben beszéltünk a témáról és a névről. Most nézzük meg, hogy hogyan épül fel egy podcast. Rengeteg lehetőséged van megszólítani a jövendőbeli hallgatóidat. A kérdés az, hogy kik is azok. Idősek? Fiatalok? Városi ingázók? Utazók? Vagy esti elfoglaltságot keresők? Racionális vagy irracionális vonalon indulnál el? A végeredményt meghatározhatja a digitális eszközismereted, illetve a szerkesztő, vágó és effektprogramokban szerzett tudásod is. Az idő a másik tényező, amit érdemes figyelembe venned. Átlagosan a podcastek 20 és 40 perc közötti időtartamra vannak belőve. Ennek nem más az oka, mint az, hogy az emberek általában a podcasteket autóvezetés közben vagy munkába járás közben hallgatják. Persze vannak olyan csatornák is, ahol egy, másfél, esetleg két órás epizódok is vannak, de azt javasoljuk, először próbáld meg egy 30 perces adással elkezdeni. Nemzetközi szinten csemegézve a podcastek között talán számos olyat, ahol már-már rádiójátéknak tűnik, tele van zenével, effekttel, hanghatásokkal, amik ugye egy filmes podcastnál pláne különösen emelik a drámai hatását. Ezt úgynevezett sound designnak hívják, ami az utómunka során kerül fel az anyagra. Rengeteg munka előzi ezt meg, és közben is rengeteg időt fogsz eltölteni, amíg megtalálod a pont elég és a nem túl sok közötti finom arányt, határvonalat. Érdekes munka, nemzetközi szinten nincs belőle sok, talán nem véletlenül. Egyszerűbbnek tűnik az interjú bejátszó alapú szerkezet, de ezt is át kell gondolni és meg kell szerkeszteni. Kitalálhatsz állandó rovatokat is, amit mindig megtöltesz tartalommal. Sőt, készíthetsz ajánlót is, ezzel abban segítesz a hallgatóidnak, hogy máshonnan is tájékozódhassanak az őket érdeklő témáról. Nem baj, hogyha névben, hangban, effektben el tudod ezeket a rovatokat különíteni egymástól az epizódokon belül. Ettől lesz igazán izgalmas. Az viszont fontos, hogy lehetsz vicces, de semmiképp se legyél elvont, mert akkor lehet, hogy csak te fogod érteni, a hallgatókat pedig összezavarod. Egy-egy epizódot ne tömj tele emberi hangokkal sem. Csak a hallgatók fülére vagyunk hagyatkozva, csak hangot fog hallani, ezért meg fogja őket zavarni az, hogyha egy félórás epizódban 8-10 különböző emberi hang között kell eligazodnia. Különösen akkor, hogyha ezek a hangok még hasonló orgánumok is. Ha többen csináljátok a műsort, akkor osszátok fel egymás között a feladatokat. Nem mindenki ugyanabban jó. Valaki például tök jó riporter, valaki a felkonfok nagymestere, valaki pedig filmes Wikipédia. Mindenki azzal foglalkozzon, amit ő szeret. Interjúnál, hogyha van lehetőségetek, akkor lány fiúval, fiú lányjal beszélgessen. Ez azért fontos, mert a hangotok alapján könnyebben meg tudnak benneteket különböztetni, így könnyebb fenntartanotok a hallgatóitok figyelmét. Ezek lehetnek a legfontosabbak, amire egy podcast felépítésénél figyelj. Gyere velünk tovább, és nézd meg a sorozat többi részét is.